Itt vagy, Guszti? Igen. Jaj, de jó. Na, nézd, mit szerettél volna? Ja nem, akartam mutatni, hogy siklót kaptak ezek a picik, de akkorák, ekkora siklókat ott lógnak a szájukban. Hol? Ja, látom, tényleg. Le se tudják nyelni. Hát igen. Az előbb, na, már, előbb már négyet visszanyelt a mama, meg gondolom megemészti, aztán visszaadja majd. Hát ötször akkorák voltak, mind a picik. Nem semmi. Aztán, hopp. Szemét. Azt kidobja. Takarít. Azokat kidobja, olyan ügyesen kidobja. Befejeződött a sikló ebéd. Na az előbb, majd mindjárt visszajátszom a videót. Halláli jó. Hogy szemetelt? Igen, nagyon ügyesen dobálják. Na, elmentem. Elmentél? Puszi. Puszi. Köszönöm az ebédet. Akkor Pecinek feltétlenül szólj, hogy nem tudsz. Persze, még ma felhívom. Ne, tudni tudok menni, csak majd délután. Persze, hogy délután. De akkor ott is maradsz kint, nem? Vagy persze, úgy van megbeszélve. Hogy... A Marci nem akar kijönni. Hát végeredményben ő vagy segít, vagy mit csinál semmit. Hát szóval tartja az Erikát. Erika se tud mit csinálni. Erika megy ki az udvarra segíteni. Mit akar az Erika segíteni? Hát amit tud. Hát... Emelni a szerkezetet? Én nem tudom, akármit, tehát valamit szeretem mindenki. Szeretem a próbálkozásokat, de hátra mozdítás, azt nem szeretem. Hát én nem tudom. Nem tudom, de... Haladni kell, akkor lehet, hogy még a Pistát is elzavarom. Nincs valamelyik haver oda, de, esetleg? Beszélni is akarok a Szabolcsal. Beszélj vele és ajánljad fel esetleg a Pecinek, hogy esetleg Szabit is ki tudod vinni. Ja persze, az mindenképp.
mert szerintem nem lesz könnyű az a... Szerintem se, ezért nem értem, hogy hogy akarja apa azt az egészet, de... Nem tudom. Azt mondja, hogy darabokban ez... van gyakorlatilag. Nem, azt mondta, hogy a tetőszerkezet egyben jön. Hát én nem tudom, tegnap azt mondta, hogy darabokban van. Na jó, talán se tudja. Hát biztos kiderül, hogy lesz, mint lesz.